Kedvező kamatozású, egyszerűsített eljárással igényelhető hitelhez juthatnak azok a mikrovállalkozások, amelyek likviditási gondokkal küzdenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében legutóbb 5 vállalkozás kapott mintegy 31 millió forintnyi kedvező kamatozású hitelt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 30 ezer gazdálkodó szervezet van. Multik, nagy, évtizedek óta működő cégek, egyéni, családi vagy éppen tipikus mikrovállalkozások. Az utóbbiakat szemlélve akadnak olyan gazdálkodók, akik olykor likviditási problémákkal küzdenek, azonban gondjaik enyhítésére nem mindannyian kapnak hitelt bankoktól. Ők többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásélénkítő alapítványhoz, vagyis a Primumhoz fordulhatnak, hogy kedvező kamatozású hitelt igényeljenek. Az alapítvány emellett alapszintű ingyenes tanácsadást is biztosít, többek között mikrovállalkozásoknak. Eljött hozzánk Hargitainé Tolnai Andrea. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Aki még nem ismerné a Primum alapítvány tevékenységét, munkáját, néhány mondattal szerintem érdemes bemutatni, hiszen a vállalkozás körében igenis ismert az alapítvány tevékenysége. Igen, alapítványunk tavaly volt 25 éves, tehát elég nagy múltú az alapítvány. Egyrészt vállalkozóknak nyújtunk mikrohiteleket, ugyanis nagyon sok kis vállalkozás a bankoknál nem jut hitelhez, és az alapítványnak küldetése, hogy a nem bankképes vállalkozókat forráshoz juttassa. Másrészt alap- és emelt szintű tanácsadással segítünk nekik, illetve működtetjük az inkubátorházat, ahol szintén műhelyeket, irodákat bérelhetnek kedvezményes áron, és van egy programunk, Enterprise Europe Network program, melynek keretében nemzetközi piacra jutást segítünk, külföldi üzletember találkozókra visszük el a vállalkozókat, illetve külföldi partnereket keresünk nekik. Akkor elég széles a tevékenység, de hogyha a hitelezésnél maradunk, akkor ez a szervezet miben más, vagy hogyan működik másképpen, mint egy bank? Hát elsősorban abban különbözünk, hogy ugye non-profit vagyunk, ez azt jelenti, hogy nekünk nem elsődleges cél a profit szerzés, hanem ettől sokkal fontosabb a mikrohiteleknek a pozitív társadalmi hatása. Másrészt ugye a mikrohitelezésről, ha beszélünk, az Unió által meghatározott maximális összeg az 25 ezer euró, és ezek az alapítványok, mert ugye minden megyében van ilyen alapítvány, az átlagos kihelyezés, hitelkihelyezés körülbelül ezt az összeget éri el, és bankok ugye sokkal nagyobb összegű hiteleket nyújtanak, illetve mikrovállalkozásokat, kezdő vállalkozásokat is segítünk, ami bankoknál szintén nem jellemző. Akkor egy jóval alacsonyabb összeget lehet igényelni mikrohitelként, mint egyébként a más piaci hiteleket, vállalkozói hiteleket veszük figyelembe. Ez ugye ez a 7,5 millió forintnyi hitel, amit a mikrovállalkozások vehetnek igénybe. Hogyha már így definíciókat fogalmazunk meg, és határozunk meg, akkor mikrovállalkozásnak milyen vállalkozás számít? Mikrovállalkozás az a vállalkozás, akinek a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 9 főt, és az éves nettó árbevétele a 2 millió eurót. Ilyen mikrovállalkozásból Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van elegendő, vagy növekszik a számuk? Mit látnak most jelen pillanatban? Van elegendő, igen, tehát és növekszik is a számuk. Ugye ezek a kis KFT-k, egyéni vállalkozások azért többségben vannak, mint a kis középvállalkozások. Ugye ehhez az kell, hogy több cégalapítás történjen, vagy egyre több cégalapítás történjen. Ez nem volt így azért jó pár évvel ezelőtt, hogyha a válságra visszatekintünk, akkor jellemző volt az, hogy az azt megelőző időszakban volt hitelezési kedve a vállalkozásoknak, akár a mikrovállalkozásoknak is, majd jött egy mélypont, és most úgy látszik, hogy részben természetesen az Európai Uniós támogatásoknak köszönhetően ismét van kedvük hitelfelvételre a vállalkozásoknak. Mit látnak, mire költik ezeket a pénzeket, és mihez vesznek fel hitelt a vállalkozások? Hát nagyon sok rétű, tehát hiteltől is függ meg a pályázati lehetőségek, hogy mire tudnak pályázni. Jellemzően ingatlanfejlesztésre, eszközök, berendezések vásárlásra, illetve nagyon népszerű, ugye, hogy forgóeszköz készletbeszerzés vásárlása.
Tehát akkor inkább az eszközberuházások, illetve a fejlesztő beruházások a jellemzőek, amire költenek a vállalkozások. Azt is meg lehet figyelni, és különböző statisztikák azt is kimutatják, hogy ezeket a hiteleket melyik szektorban, és milyen jellegű vállalkozások, milyen tevékenységet folytató vállalkozások veszik igénybe inkább. Na most itt is vannak eltérések, és vannak prognózisok is, hogy melyik szektor várhatóan fog több hitelt felvenni a következő időszakban. Hát én a mi alapítványunknál látom, ugye, hogy kik veszik igénybe. Most jellemzően a kereskedelem területén jönnek a vállalkozók. Korábban jöttek szolgáltatás területéről, gondolok itt könyvelés, pályázatírás, építőipar területéről, és hát annyira nem volt jellemző, de vendéglátás területéről is voltak. Szektorból. Igen. És az építőipar egy nagyon érdekes kérdéskör, mert hogy ugye a következő években várnak némi fellendülést az építőiparban, vagy várható, de mennyire a kisebb vállalkozások fognak ebből a fellendülésből részesülni, mit látnak most? Hát ezt így konkrétan nem látjuk, tehát azt látjuk, hogy nagyon sokan fordulnak hozzánk hitelért, akár egy-egy beruházáshoz, hogy finanszírozni tudják a beruházást, tehát megelőlegezzék. Szerintem inkább a nagyobb vállalkozások fognak tudni továbbra is fejlődni, és a kicsik pedig próbálkoznak hitelből fenntartani a vállalkozásukat. Gondolj most itt az Európai Uniós forrásokra is, ugye vannak itt pályázatok, ha most nem is nevezzük meg az összes, de a GINOP és a többi pályázat, igen, amit már ugye kiírtak, vagy egy részét kiírtak, van, amit most szüneteltetnek, vagy felfüggesztettek, de már látható volt, hogy mihez kérnek hitelből előleget, vagy saját erőt. Tehát ezek a pályázatok is ugye beindultak. Mondjuk a vállalkozók nagyon várták az ingatlan vásárlására kiírt pályázatokat, de ilyen most nem lesz, vagy pedig ami most van ebben a 0%-osba, tehát a hitelösszeg 2%-át lehet erre használni. És inkább itt is ugye eszközberendezés, vagy telephely fejlesztés, ami még... Tehát így jellemző most ezekre a pályázatokra. Hogyha már részben elkezdtem mondani, akkor jelenleg milyen hitelkonstrukcióval tudják segíteni a vállalkozásokat? Jelenleg alapítványunknál az országos mikrohitelprogram működik. Ezt beruházásra, forgóeszközre tudják igényelni, maximálisan 10 millió forintot lehet igényelni 10 éves futamidővel, és kedvezményes kamatozású, fix 3,9%-os a kamat. Az, hogy milyen vállalkozások igényelhetik, ugyanolyan szabály vonatkozik erre is, mint igen, egyébként a mikrohitelre gondolom én ezt, illetve az is érdekes még, hogy a vállalkozásoknak milyen a hitelképességük, hiszen az előző években elég szigorú feltételrendszernek kellett megfelelniük a bankoknál. Igen, tehát a bankoknál nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni, ebben vagyunk mi másabbak, tehát mi nem bankszerűen hitelezünk, tehát sokkal több szubjektív szempontot is megnézünk, és úgymond személyesebb a kapcsolat a vállalkozókkal, jobban ismerjük a vállalkozókat, mert nagyon sokan visszajönnek hozzánk, és akár többször is vesznek fel hitelt. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nálunk könnyebben jutnak hitelhez, mint egy banknál. Ugye a Primumnál ez a mikrohitelezés az, ami fut, és a köztudatban is benne van, van a másik féle vállalkozói hitel, kimondhatjuk a nevét, a Széchenyi kártya, ez a kettő egymás mellett megfér, vagy versenytárs esetleg? Én úgy gondolom, hogy megfér egymás mellett, mert nem ugyanaz a célcsoport. Úgyhogy... És nem ugyanaz a feltételrendszerhez kötött. Nagyon szépen köszönjük, igazgatónő, hogy eljött hozzánk. Nincs mit, nagyon szívesen.